Sziasztok! Ebben a videóban a TrustLens USB mikrofonnal fogunk megismerkedni. Először kincsomagoljuk az eredeti dobozából, megnézzük, hogy mi a doboz tartalma, majd csatlakoztatjuk egy laptophoz, és a Windows 10 operációs rendszeren egy hangfelvételt fogunk készíteni a segítségével. Ja, amit most itt látunk, az a doboznak az eleje, amiről az derül ki számunkra, ami érdekes lehet, hogy egy popfiltert tartalmaz, egy háromlábú állványt mellékeltek hozzá, és egy 1,8 méteres USB kábellel szállítja a gyártó. Az oldalát láthatjuk a doboznak, itt ami számunkra érdekes, az a típus száma ennek az eszköznek, tehát a GXT242-es típus számú mikrofonról beszélünk. A doboz hátulján néhány technikai adat olvasható, itt magyar nyelvű leírással nem találkozhatunk, azt az alján fogjuk megtalálni. Ugye ez a dobozunk alja, mely szerint az van feltüntetve rajta a dobozon, hogy ez egy USB streamelő mikrofon háromlábú állvánnyal és precíziós kardioid rögzítési mintával streameléshez, podcast készítéshez, hangolálmondáshoz és akusztikus zene rögzítéséhez is használható. Szóval miután körbenéztük a doboz feliratait, bontsuk ki a doboz tartalmát. Tehát ezt a piros dobozt, amiben az eszköz található, ezt itt oldalt húztam ki a dobozon, és nézzük akkor meg, hogy mit is találunk benne. Jó, kijön ez a fekete műanyag doboz belőle. Egy leírás, és még egy leírás, illetve van nekünk itt még egy fehér dobozunk. Jó, tehát kiszedve a csomagtartalmát ebből a fekete tartóból, a mikrofonnak a rögzítő állványát csomagoltuk most ki. Ebben a fehér dobozban pedig a kibontás után megtaláljuk magát a mikrofont, a háromlábú állványt, illetve az 1,8 méteres USB kábelt. Kicsomagoltam a dobozból a mikrofonnak a tartó keretét, valamint a háromlábú állványt. Amint láthatjuk, megpróbálom ezt így jobban a fénybe megmutatni, hogy ennek van egy menete, tehát ezt a menetes állványt fogjuk mi betekerni ebbe a mikrofon tartó állványnak az aljába. A háromlábú állvány lábai kettő pozíciót tudnak felvenni, vagy összecsukott állapotban vannak, vagy így kinyitott állapotba tesszük, és a kinyitott állapotban egy olyan szétnyitást biztosít az állvány részére, amik megakadályozzák az állványnak az eldőlését, hogy ebben a pozícióban megmaradjon a mikrofonunk. A mikrofon tartónak a pozícióját ezzel a pillangó csavarral tudjuk beállítani. Ha ezt kicsavarjuk, akkor ez a tartó itt egy tengely körül elbillenik, vagy előre, vagy hátra, majd újra rögzítjük ezzel a karral a mikrofont abba a pozícióba, amiben nekünk kényelmes. A gyártó úgy csomagolta be a mikrofonnak a zajszűrőjét, vagy másképpen a podszűrőjét, hogy a mikrofon tartó keretbe helyezte be. Ezt most mi innen ki fogjuk szedni, ezt a szűrőt. Jó, tehát a szűrőt, ezt kiszedtem ebből az állvány, ebből a tartókeretből. Tehát a tartókeret az így néz ki, és mellette pedig a mikrofonnak a szűrője látható, amit mi most rá fogunk helyezni a mikrofonunk testére. Jó, tehát a mikrofont
mutatom most, ez mind a két oldalán egy ilyen rácsos kivitelezéssel van ellátva. Az egyik oldalán elől egy logó található, a másik oldalán a különböző gyártóra vonatkozó adatok, illetve az uniós szabvány megfelelőségére vonatkozó adatokat láthatjuk, illetve az alján pedig egy szabványos USB port bemenet látható. Ide fogjuk majd helyezni az USB kábelt az egyik végével, de előtte ráhelyezzük a mikrofonra a szűrőnket. A mikrofonnak a zajszűrőjét ráhelyeztem magára a mikrofon testére. Körülbelül idáig húzható rá. Egy kicsit nehézkes volt a felhúzása, mert a mikrofonnak a tartó részébe való bepréselés miatt eléggé összenyomódott, de óvatosan mindenfajta szakadás nélkül szépen rá tudtam húzni. Következőkben pedig behelyezzük a mikrofont az állványába, a tartó szerkezetébe. Jó, tehát a mikrofonnak a behelyezése a tartó szerkezetében az úgy történik, hogy van ez a kettő kar itt oldalt, amit meg kell nyomnunk, ekkor ez a tartó szerkezet egy picit ki fog nyílni, és akkor így könnyen behelyezhetővé válik a mikrofonnak a teste. Szóval a mikrofon behelyezése került a tartójába, és mint az előbb említett, hát ilyen rugós megoldás miatt, hogy a kezünkkel össze kellett kicsit nyomni azt a kettő kart hátul, hogy itt az elején ez a foglalat, ez egy kicsit megnyíljon. Miután behelyeztük a mikrofont, és elengedtük ezt a két kart, ez rászorult a mikrofonnak a testére. Tehát elmondható, hogy egy nagyon szilárd tartást biztosít ez a szerkezet a mikrofon testének a számára ebben a tartó foglalatban. Következő lépésként akkor kicsomagoljuk az USB kábelt és csatlakoztatjuk a mikrofonunkat a számítógéphez. Most kicsomagolva az USB kábelt látható, hogy a mikrofonba menő USB kábel vég az különbözik attól a végtől kialakítás szempontjából, ami a laptopba megy. Tehát a gyártó ügyesen gondoskodott arról, hogy megkülönböztesse azt a kábel véget, ami a laptopba megy, illetve azt a kábel véget, ami a mikrofonnak a testébe megy. Tehát a behelyezés az egyértelmű. Ezt az általában a nyomtatóknál tapasztalt USB kábel típust, csatlakozó típust, ezt behelyezzük a mikrofonnak az alsó részébe, a másik fele pedig megy a laptopba. Tehát az egyik oldalon az USB kábel bekerült a mikrofonunk végébe, nagyon szépen passzentosan történt a behelyezés, tehát gyanítom, hogy ez egy nagyon stabil csatlakoztatást jelent a mikrofon számára. A másik oldalon pedig az én számítógépemen az USB kábelt, azt egy USB hubba kötöttem be, a másik USB csatlakozó az a billentyűzetnek a csatlakozója. Nos, tehát el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy a mikrofonunkat kicsomagoltuk, összeraktuk, csatlakoztattuk a számítógépünkhöz. A Windows 10 operációs rendszer azon nyomban felismerte a mikrofonnak a márkáját, és tájékoztatott bennünket arról, hogy az eszköz használatra kész. Nem maradt más hátra, mint a videó utolsó részében egy hangfelvételt fogunk készíteni ezzel a mikrofonnal, és megnézzük, hogy milyen minőségben lehet vele alámondást rögzíteni.
Nos, nézzük akkor meg ennek a mikrofonnak az érzékenységét. Ehhez menjünk be a Windows Start menüjébe, válasszuk a beállításokat, a rendszer menüpontot, majd pedig a hang beállításokat. A mikrofon beviteli eszköz az a használatban lévő Trust GXT242-es típusú mikrofon legyen. Bemegyünk az eszköz tulajdonságainak a lehetőségeihez. Itt én 100%-ra állítottam a mikrofonnak a hangerejét. Csináljunk egy tesztet. Beszéljünk egy kicsit. Arra nagyon kell figyelni, hogy ennél a mikrofon típusnál nem a mikrofonnak a tetejébe, hanem az oldalába kell beszélni. Akkor nagyon szép hangerővel rögzít maga a mikrofon eszköz. Amennyiben leállítjuk a tesztet, láthatjuk is, hogy egy 98%-ban tudta felvenni a megfelelő hangerővel a mikrofon a beszédemet. Kilépünk innen, és akkor ennyi volt ebben a videóban ennek a mikrofonnak a tesztje. Kíváncsi leszek arra, hogy milyen háttérzajjal dolgozik a mikrofon. Valószínűleg, hogy amennyiben, hogyha háttérzaj van, akkor azt a videó editálóval le kell csökkenteni. Ebben a videóban majd a szerkesztéssel, a háttérzajnak a lecsökkentésével készült felvételt hallgathatjátok meg. Köszönöm a figyelmeteket!